Ahogyan szoktuk, ugye a testületi ülés után mindig készítünk egy interjút polgármester úrral, és most a nyári szünet előtti utolsó testületi ülést tartotta meg Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. Kicsit elemezzük, hogy melyek voltak a főbb napirendi pontok. Természetesen, mint minden testületi ülésen, vannak olyan napirendi pontok, amelyeket kötelező megtartani. Ugye ilyen volt a költségvetés megtárgyalása, hiszen jogszabály írja elő, hogy milyen időközönként kell felülvizsgálni egy képviselőtestületnek az éves költségvetését, és természetesen a szükséges módosításokat elvégezni. Ugye ez volt az a testületi ülés, ahol a jogszabályoknak megfelelően az alapítványok beszámolóit meghallgattuk, illetve azokat a beszámolókat, amelyek ilyenkor egyébként is szükségszerűen napirendre kerülnek, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem beszámolója, vagy a TRV RT-nek a végzett munkájáról szóló beszámolója, illetve személyi kérdések kerültek napirendre, ugye ez zárt ülés keretében, hiszen személyi kérdéseket csak így tárgyalhat a képviselőtestület a jogszabálynak megfelelően. Ugye egyrészt olyan kérdésekben, lakás és bérleti díjak kérdésében, másrészt pedig egy kellemes kötelességének is eleget tett a képviselőtestület ezen a zárt ülésen, hiszen a város kitüntető díjairól döntöttünk, amelyek majd természetesen az augusztusi ünnepkör keretében kerülnek átadásra. Ahogyan említette polgármester úr, a költségvetés tervezet módosítása is szóba került, melyek a fő pillérek? Ugye igazából nagyon nem változott a költségvetésünk, hiszen az évelején elfogadott költségvetésünk a terv szerint halad, mind a bevételi, mind a kiadási oldal. Ugye előfordul, és természetesen most is előfordult, hogy olyan pályázati összegekhez jutottunk hozzá, olyan pályázati források kerülnek beépítésre ebbe a költségvetésbe, amelyek kötelezően felülvizsgálandók. Ugye dönteni kell ilyenkor természetesen, hogy hova kerül be, mennyire érinti a, nem csak a bevételi, hanem a kiadási oldalt is. Tehát én azt gondolom, hogy nagy összegben nem változott, inkább csak egy ilyen rutinszerű felülvizsgálatra került most sor. A napirendi pontok között szerepelt a 2017 óta a városunkban is működő közterületi térfigyelő kamerarendszernek a fejlesztése. Miért lesz erre szükség a jövőben? Behozta hozzá fűzött reményeket, tehát amikor elkezdte a képviselőtestület, illetve a város a közterületi térfigyelő kameráknak a telepítését, akkor egyértelműen az volt a cél, hogy azokon a frekventált helyeken, ahol közúti dolgokat érintő kérdésekben eldöntendő vitákat lehet majd megoldani, illetve nyilván itt a rongálások azok, amelyek egyértelműen rendőrségi kérésre kerültek felszerelésre olyan helyekre ezek a kamerák. Ezek jól működnek, segítik a közterületfelügyelők, illetve a rendőrség munkáját is. Nagyon sok olyan bűneset került feldolgozásra, illetve megoldásra, amelyekben nagy segítségre volt a térfigyelő kamera rendszer, és rendszeresen kéri is a rendőrség az önkormányzat segítségét. Ugye azokon a helyeken, ahol elsősorban vagyonmegőrzés céllal került felszerelésre, különböző játszóterek, parkok környékén, ott is ki tudjuk szűrni azokat a rongálásokat, és utána meg tudjuk tenni a jogi lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ne történjen többet ilyen. Folyamatosan fejlesztjük ezt a kamerarendszert. Ha jól tudom, jelenleg 71 néhány kamera van, ami a város különböző pontjain segíti az önkormányzat és a hatóságok munkáját. Ezt minden évben bővítjük. Ugye idén is arról döntött a képviselőtestület, hogy a költségvetésben szereplő összeg felhasználásra kerül. Most úgy döntöttünk, hogy a újonnan kialakított Erzsébet-ligeti parkba kerüljenek föl szerelésre ezek a kamerák. Megtörtént egyébként a munka is, a kivitelezés is, hiszen a park átadásra került, és mindenképpen úgy szerettük volna átadni, hogy a biztonsági óvintézkedések, már ami a kamerát illeti, az megtörténik. Én bízom abban, hogy egyre kevesebb szükség lesz majd a kamera felvételek visszanézésére, visszajátszására, ami azt jelenti, hogy mindenki betartja azokat a írott és íratlan szabályokat, ami a közösségi együttélést segítik, de hát tudjuk, hogy ez egy álomvilág, tehát mindig lesznek rendítések, mindig lesznek olyan közlekedési szabálysértők, amikor szükség van ezeknek a kameráknak a működésére.
szó volt a napirendi pontok között az intézmények alapítók iratának a módosítására. Beszéljünk erről is egy kicsit, illetőleg a nagy érdeklődésre számot tartó TRV ZRT-nek a munkájáról. Az alapítókirat módosítások azok elsősorban jogi előírásoknak a változásai miatt kellett, hogy megtörténjenek. Ugye olyan államháztartási részek módosultak, ami érinti az alapító okiratokat is. Nyilván ezt mindig az élethez kell alapítani, ezért történt. Van olyan, amely személyi változás miatt, de többségében a jogszabályi előírásoknak való megfelelést takarja. Igen, két beszámoló volt, ugye az ominózus ön által is említett TRV ZRT-nek a beszámolója, amely ellenzéki körökben egy kicsit, hogy mondjam, keményebb kritikát kapott, amely elsősorban szerintem az előző éveknek köszönhető. Mindenképpen el kell mondani, hogy nagyot javult a TRV ZRT-vel az önkormányzat kapcsolata. Közösen keressük azokat a megoldásokat, amely elsősorban az önkormányzat munkáját segítik. Ugyanakkor a TRV-nek is egy olyan hátteret tudnak biztosítani, hogy az együttműködésünkből mind a ketten tudjunk profitálni. Ugye mind az ivóvíz, mind a szennyvízrendszer fenntartása, karbantartása, működtetése, és ami az utóbbi időben ugye prioritást kapott önkormányzatunknál, a gerinchálózatra való lakossági csatlakozás, az nem működne a TRV segítsége nélkül. Tehát én mondhatom azt, hogy picit talán döcögve indult ez az együttműködés, de az utóbbi hetekben, hónapokban felgyorsult. Köszönhetően ez nyilván a lakossági érdeklődésnek is. Ugye elindítottuk azt a programot, amely a lakosság csökkentett költségvetése való részvételét biztosítja, és ezt mi kiegészítjük önkormányzati költségvetésből, de ehhez, ahogy mondtam, szükséges a TRV hozzájárulása is. Tehát jó az együttműködésünk, közösen tudunk előre haladni, és én bízom abban, hogy ezt előbb-utóbb majd az ellenzéki képviselők is érzékelni fogják, és nem csak ilyen megrögzött hozzászólásaik lesznek, hanem valóban azt a munkát fogják értékelni, amit az utóbbi egy-két évben elvégeztünk. Közérdekű információ és a televízió nézőink számára is az, polgármester úr fogadóórája módosult, fogadóórái módosultak. Beszéljünk a részletekről, miért került erre sor? Igen, ugye SMS alapján került meghatározásra, nem tudom a pontos időpontját, de vélhetően akár 20 évvel ezelőtt került be az SMS-be az, hogy minden hét, nem tudom én, második keddi napján kerül fogadóra megtartásra. Ugye az élethez kellett ezt igazítanunk. Egyre többször különböző fórumokon meg tudjuk azt beszélni a lakossággal, tudunk találkozni. Ugye ma már az interneten keresztül sokkal könnyebb a kapcsolattartás, tehát nem is biztos, hogy feltétlenül személyes jelenlétre van szükség. Illetve azok az elfoglaltságok, különböző pályázati és önkormányzati megbeszélések, amelyek adhok jelleggel kerülnek megtartásra, egy picit nehézkessé teszik azt, hogy mindig, mindenkor ugyanabban az időpontban kerüljön egy fogadóra megtartásra. Ettől függetlenül egyébként természetesen lesznek, vannak fogadóórák, próbáljuk tartani a kollégákkal a két hetente való fogadóra lehetőségét, de ezt jobbnak láttuk úgy meghirdetni, hogy előzetesen a különböző médiákon keresztül időben meghirdetjük, illetve aki telefonon megkeresi a polgármesteri hivatalt, az rögtön tájékoztatást kap arról, hogy mikor lesz a következő fogadóra, és természetesen időpontot is kap, hogy azon a napon pontosan mikor tudunk találkozni és megbeszélni a lakossággal az ügyes bajos dolgokat, amit feltétlen személyesen kell megbeszélnünk. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen.